perc és visszahívlak. Egy perc és visszahívlak. Ez Holden Flinda. Ez. Ez. Látod? Ez. Szerinted nem fog visszahívni? Nem fog. Nem fog? Nem fog. Ismerte most a számot, ugye? Lehet. Ismerted. Mármint olyan értelemben, hogy nem rejtett számról hívtuk. Most nem. Most nem. Jó, akkor nézd, nézzük meg. Nézd. Tényleg. Nézd. Mondd meg, hogy szereted. Szervusz, hát ez tényleg nem volt egy perc? Mondtam, ez pikpak, 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 itt vagyok. A mosdóban vagy? Tessék? Mosdóban vagy? A lekosz. Hallom, hogy víz hangzik. Dehogy víz hangzik, hát ez nem víz hangzik, én liftben vagyok. Ja, hogy liftben vagy. Na, liftben. És, földrajzilag hol helyezkedsz el? Földrajzilag? A koordinátát mondjak, vagy mit mondjak? Elég, elég csak a várost meg az utcát. Miért? Mit akarsz? Találkozni veled. Ja, Istenem, hát az azért az nagyon durva lenne. Ennyi év után. Hát éppen azért volna érdekes. Ennyi év után. De hülye vagy, találkozó úristen. Hát ne haragudj, de most már itt elváltál, egyedülálló nő vagy, tele vagy vágyakkal, tele vagy fantáziával. Szerintem én ezeket ki tudnám elégíteni. Tényleg? Igen. Ne őríts meg! Hát... Honnan tudod, hogy megosztom veled a vágyaimat, meg a fantáziáimat? Hát, hogyha szeretnéd ezeket megélni, kiélni, akkor kénytelen vagy. Csak te vagy az egyetlen és a megkerülhetetlen ember, hogy ez teljesüljön, nem? Tudsz jobbat? Hát nem, most így hirtelen, ahogy gondolkodom, egyáltalán nem. Figyelj, nem kell most döntened, gondold meg, aludj rá egyet. Gondolhatom? Igen, aludj rá egyet. Hát te figyelj, te nagyon nagyvonalú vagy, mondjuk mindig is az voltál, tehát most hülyeség lenne azt gondolnom, hogy nem vagy nagyvonalú. Most erre rájöttél ennyi év után, hogy én lennék a legmegfelelőbb személy arra, hogy az életedet összekösd valakivel? Foglalt voltál, férnél voltál, nem tehettem kezdeményező nyitólépést. Férnél voltál. Hát így is a határaimat feszegettem, hát alig tudtam tűrtőztetni magam, amikor ugye mi találkoztunk, de hát most már azért más a helyzet. Hát de honnan tudod, hogy nem vagyok most is foglalt? Hát különben már rég mondtad volna, de szerintem te cicázol itt a helyzettel. Én flörtölgetek veled, nem? Hát, ezt hívják cicázásnak. Cicázásnak? Ja, értem. De én mindig is szerettem benned, hogy te ilyen vagy, hogy te ehhez értesz. Gondold ezt meg, aludj rá egyet, beszéljünk holnap, 24 óra múlva, és közelítsük az álláspontokat. Én ezt javasolom. Jól van, Alekos, legyen így. Na jó, hát figyelj. Én belevágnék, én megpróbálnám veled. Na jó van, na ide figyelj. Vigyázz magadra, jó? Köszönöm, szervusz! Na csó, puszi! Na mit szólsz? Na közben kiolvastam egy könyvet. Na mit szólsz? De voltál már közösen bulizni vele? Volt már nálatok? Figyelj, én nagyon szerelmes voltam a Lindába. Volt, nálam is volt. De volt csók, vagy valami? Hát majdnem. Az miért a majdnem csók, puszi? Hát majdnem. Az akadályozta az egészet meg, hogy férnél volt, és én se akartam úgy tolakodó lenni, mert tiszteletbe tartottam. De nála lett volna esélyed? Igen, szerintem igen. Nagyon-nagyon egy megahercen voltunk, szimpatizáltunk, voltak közös fölvételek, olyan harmónia alakult. De most is hallatszódott egyébként, hogy nagyon szimpatizál veled. Meg olyan harmónia, vibrálás volt közöttünk, amit mindenki látott, tehát mindenki. Tehát ő egy nagy szerelem lett volna, szerintem a Linda. Kár, hogy nem jött be. Jól néznétek ki együtt. Figyelj, tudsz görög salátát csinálni? Horjáték itt természetesen. Jó, én csinálom a húst, te pedig a salátát. Mi hiányzik az életedből? A nő. Csak a nő? Csak a nő. Ha nő van, van inspiráció, még több, mint ami most van, akkor van minden. De azt is mondhatnám, hogy Anett hiányzik az életemből, de hát... De jó, de szerintem ne ragadjál le, ez a hajó elment. Hát tudom. De nem tudsz elengedni dolgokat vagy embereket? Hát el tudom engedni, csak túl fontos volt.
túl, nagyon beépült, nagyon fontos volt. Szerettem. Miért nem kérted meg a kezét? Hát nagyjából 3 hónap választott el tőle. Forró lesz, vigyázz, de az illata forró. Nagyon jó különben. Nagyon jó. Vedd le a hőfokot. Figyelj, 3 hónap választott el. Ha 3 hónapig, 8-asra. Ha még velem van 3 hónapig, és szeptemberben nem megy ki a Romániába, október, november, akkor decemberben megkértem volna karácsonykor a kezét. És ezt nem is tudta? Utána nem mondtad el neki? Nem nagyon tudta. Szerintem nem tudta. Persze gondolhatta, mert már érintettük a témát, tehát azért úgy pedzegetve lett ez a dolog, de konkrétan nem beszéltünk róla, de ha velem maradt volna, decemberben megkértem volna a kezét. És ez utána jutott eszedbe, miután elhagyott? Nem. Nekem ez, én már akkor tudtam, előtte is már 1-2 hónappal tudtam, hogy nekem ő lesz a feleségem, ő az igazi. Én őt tekintem igazinak. Hát a Betty meg boldog, egy személyi jegyzővel, egy erős, kigyúrt emberrel. Hát 16-ban szakítottunk, és akkor rá egy olyan 6-8 hónappal jöttek ők össze. Igen? Igen. Körülbelül így. Vagy egy évvel rá talán, egy évvel azt hiszem. Volt egy év is azt talán. És Betty soha nem akart veled kibékülni? Hát, ezt nem tudom. Nem tudom. És te vele? Én most is szeretem a Bettyt, és... A Nettet is, meg Bettyt is? Hát... Figyelj, ez egy nagyon fogas kérdés. Itt az életed két legfontosabb nőjéről van szó. De tehát összesen azért, hány barátnőd volt? Volt sok, de itt a két meghatározóról beszélünk. Tehát mindenki, aki volt, ő alattuk van. Minden értelemben. Tehát itt anyád és apád között kéne dönteni. Tehát nem lehet. Nagyon nehéz de kérdés lehet. Ez. Szóval nagyon nehéz. Nem lehet dönteni. Úgy véled? Te inkább anyás voltál, vagy apás? Hát, is. És inkább úgy mondanám, én egy független voltam, néha mind a kettő, néha egyik se, magam voltam, én teljesen ilyen liberális öntörvényű voltam mindig. De miben vagy miben voltál liberális? Hát figyelj, úgy minden. Köszönöm, mindenben. Én egy kifejezés, semmiben nem vagy az, tehát annyira konzervatív vagy, hogy ilyen konzervatív embert én nem ismerek. Lehet, hogy a politikai nézeteid azok liberálisak, de... Lehet, hogy beleszünk még egy napig? Vagy 3-ig? Simán lehet. Mert szerintem ugye, én úgy ítélem meg, hogy ugye az 5.-6. napra körvonalazódna benned, amit most még nem tudsz. De téged ki ért meg? Igazán. Anett értett, Betty nagyon értett, Betty nagyon-nagyon értett, minden tudott rólam. Még a Baukó Éva is ért engem, csak ő... De belé nem voltál szerelmes? Nem, az Évában nem. Ja, de, bocsánat, de az Évában, hogyne. Mint nőt nem rezonáltam én rá. Tehát én szexuálisan nem tartottam őt vonzónak. A villában neki udvaroltál végig. Igen, szerelmes voltam belé, de nálam a szerelem és a szexualitás külön van. Akibe beleszeretek, azzal nem fekszem le. Akivel lefekszek, abban nem vagyok szerelmes. Tehát ez két külön dolog. Lehet, hogy itt kezdődnek a gondok, Anekosz. Nem tudom. Szerintem. Nem tudom. Igen. Figyelj, akit szeretsz, akit tisztelsz, aki tényleg akit megbecsülsz. Tehát őt nem hozott méltatlan, megalázott, kiszolgáltatott helyzetbe a szexualitásba. Nem hozott, mert szereted, mert ja, tiszteled. Te várjál, de te azokat a lányokat, akikkel csak szexelsz, megalázott szex közben? Hát nem megalázom, de azért ott a férfi dominancia akarva akaratlanul egy alá fölé rendeltségi... De mi átszattan egy pofon? Dehogy is, nem agresszivitásról beszélek. Akkor miben? Verbális? Nem, férfi-női alárendeltségi viszonyról beszélek. Tehát a szexualitást úgy szeretem megélni, hogy soha ne legyen kérdés az, ki a férfi. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos. Szerintem ez általában nem kérdés. Feltételezünk egy egészséges. Ott mindig a férfi van fölül. Ott mindig a férfi van fölül. A lány nem kerülhet alulra. Pontosabban fölülre. Tehát ott mindig a férfi van fölül. De most pózokról beszélsz? Hát beszélhetünk arról is, igen. Te ugyanúgy gondolod? Igen. Tehát a szexualitásban a nő az mindig lejjebb kell, hogy elhelyezkedjen, mint a férfi. Teljesen mindegy, milyen pozícióban. Borzasztó konzervatív vagy, látod? Ebből is ez látszik. De ez neked azt mondatja, hogy ez tudod, konzervatív? Tudod, ajánlok neked egy olvasmányt a Barkács könyveken kívül. Káma Sutra. Az a neve. Az a legnagyobb marhaság. És ott megfoglalkozik. Az a legnagyobb marhaság. Hányféle Káma Sutra létezik? Figyelj, a Káma Sutra az még soha nem elégített ki senkit. Csak problémákat szült. De az edukál. Azt a kifejezést nem ismerem, az mit jelent? Nem ismered? Nem. Tanít, nevel, tanít. Aha. Hát nekem a csomagtartomban most van egy könyv, az a címe, hogy a játékos szex.
Hát most azt tanulmányozom mondjuk, de... Na mi újat olvastál? Hát hasonló, mint a Kamaszútra, azért nem tetszik, mert olyan... Tehát úgy van leírva, hogy egyszer a férfi, utána a nő a férfi. És nem szeretem, amikor ezek váltakoznak. Azt szeretem, ha végig férfi, férfi, a nő pedig nő. Ne váltakoztassuk. Egy fantáziadús férfi, az ő idézőjelbe használja, kihasználja a női testet, úgy, hogy az a nőnek is jó, de mindvégig a férfi a kreatív, és a férfi teszi a dolgát, ő csinálja, nem a nő, nem a férfi. Te nem teszi. Is engeded egy nőnek, hogy tegye a dolgát? Nem, mert az engem szexuálisan lehangol. Igen. Mert nem ő a férfi, nem neki kell tenni, a férfinek kell de tenni. Várja, de mi lehangol szexuálisan, hogyha lesz. Hát, hogyha a nő kezdeményezi, és ő arra kér engem, hogy Alekosz, ne csinálj semmit, csak feküdj, ő majd teszi, az lehangol. Viszont és ha nem engeded? Akkor az úgy nekem nem jó, de ha én kezelem, ha én irányítom, ha én teszem vele, akkor az más. Nagy különbség a kettő. És hogyha komoly kapcsolatban vagy egy nővel... Ott orális akkor... szex nincsen. Komoly kapcsolatban ott az nem fordulhat elő. Egyik oldalról sincs. Hát figyelj, hát a férfi oldalról az előfordulhat, de a női oldalról nem nagyon, mert ott már a kiszolgáltatás jelenik meg. Tehát ott azzal vigyázni kell ezzel. Ha komoly kapcsolatban vagy, akkor nem engedett, hogy orálisan kielégítsen valaki? Nem esik jól tőle, nem azt várom tőle. Érzelmet várok tőle, odaadást, gondoskodást, hagyást, tűrést várok tőle, nem pedig azt, hogy úgy viselkedjen, mint egy... Nem tudom. Szóval ott az más, az érzelmekre helyezkedik az. Az nagyon fontos. Tehát ott az más. Viszont akiben nem vagyok szerelmes, hát ott azért... Ott pulykázás, minden megy. Ott minden. Ezért is gondolom egyre jobban azt, hogy tulajdonképpen egy férfinek egy nő az nem is való úgy igazán. Tehát minimum kettő kell neki. Remélem, nem veszed fel a muszlim vallást. Én abban nem látok különben kivetnivalót. Nem? Nem, egyáltalán nem. Háremet tartanál? Szíves örömes. Egészséges, erégészséges. Sok férfi sokkal egészségesebb volna, ha úgy élhetne. Igen. Ha, ez nem megalázó szerinted egy nő számára? Hogy a második, harmadik vagy negyedik? Ezt a kérdést csak a vallás, a kultúra és a politika tette szégyen teljessé. Valójában nem az. Mert miért? Hát akkor álljon meg a menet. Hát akkor te egy férfi soviniszta vagy. Nem akkor viszont. Akkor egyenjogúságról nincs szó. És még te mondod azt, hogy a szexben, akit szeretsz, ott nem elégíthet ki orálisan, mert ez megalázó. Hát ez mennyivel megalázó? De egyenjogúságról nem is lehet szó, hiszen férfiak vagyunk, ők pedig nők. Nem azt mondom, hogy őket le kell nézni, meg elsöpörni, nem. Csak azért alattunk kellenek, hogy elhelyezkedjenek. Mert akkor tudják a funkciójukat legjobban betölteni. Egy nő örül annak, hogyha a férfi nőként kezeli, és nőként funkcionálhat. Ez egy szexista, soviniszta duma. Figyelj, ha te fölemeled a nőt, akkor a fejedre nő és elhagy. Az lesz a vége. Nem is emlékszem, hogy nekem nő kérdést utoljára mikor tett föl. Egy éve biztos nem. Most a oldan, Flinda. Hát a te jó voltadból, igen. Mert hogyha te most nem vagy, nekem eszembe nem jutott volna a Lindát fölhívni. Azért hívtam föl, mert most ez itt... Ugye szóba került. De mondjuk jó döntés volt, mert hát azért ebből lehet, hogy lehet valami. Szerintem van esélyed nála. Úgy hallottad te is? Igen, ő egy ilyen humoros. Igen, jó a humorja. És mondta, hogy már volt nálad. Igen. Éreztem azt, hogy nem akarta befejezni a beszélgetést. Igen, igen. Közben igen. Már elkezdtem olvasni. Hát szerintem a Lindánál van esélyed. Én is úgy érzem. És látod, hogy a Tóth Andi mondta, kitartónak kell lenni. Szerintem most a Lindát kezd el 2-3 hónapig kivogatni, próbálkozni nála. Andreára ne térjek vissza? De, rá is. Hát sót merre találok? Több vasat kell tartani a tűzbe. Ebbe egyetértünk. Itt van. Köszönöm. Ez az ennyi? Köszönöm. Igen. De jó illata van. Jól megpirult a hagy. Igen, jó lett. Szoktál ilyen grillezéseket csinálni? Vagy? Nem szoktam. Rendelteted inkább, vagy étterem?
Hát van egy éttermem, és tudom, hát onnan, vagy a barátnőm főz. Ne szólsz a séfnek, ezt meg azt rendeled, aztán kész, hát ez. Oda kell figyelni, de ez mondjuk jó diétás lesz a lekosz. Elég, fél, nem olyan sok ez. Hát tegyünk még bele uborkát. Azért hagytam ott, hogyha esetleg kevés, akkor nyugodtan. Csak nem akartam nagyon uborkázni. Úgy nem szereted? Hát figyelj, nekem mindegy. Jó ez mindenhogyan. Lehet, hogy egy kis étolaj még kell rá. Elég fűszer van benne? Hát figyelj, csak az oregano. Nem tudom, mit lehetne még esetleg borsot. Sóbors. Férfiak mindig is jobban főztek, mint a nők. Ezt sem írom alá. Nem? Nem. Ez a legnagyobb szakácsok, mint férfiak. Láttam a női séfet? Nem, de mondjuk édesanyját főztje. Hát az a legjobb, meg a mamáé. Hát az a legjobb. De akkor ezt te nem írod alá. Hát... Vagy ez valóban így. Nézd, ők a megélhetésért főztek, de egy férfinak jobban áll. A férfi nem a megélhetésért, hanem keftelésből, hobbiból főz. És apámhoz kell visszakanyarodnom, apám és Pintér Sándor kapcsolatára, mert én ott láttam bele, abba fajta a bizalomba, amiről most beszélünk. Meg sem merem kérdezni, hogy milyen viszonyban voltak. Apám volt a gépkocsi vezetője, 30 évig. Testőre. A belügyminiszternek? Igen. És azért. Hát kialakult közöttük egy barátság. Hát erről még soha nem beszéltél. Hát... És a mai napig jóban vannak? Igen, jobban vannak. Én is, hát apám többet, de én ritkábban, én is már volt alkalmam találkozni vele. És amikor ők kommunikálnak, én akkor ebbe beleérzek. Én akkor tudom azt, miért nem mentél rendőrnek? Volt egy időszak, mikor akartam. De úgy látszik, a sztárság talált meg. Nekem az való. Nem akarok más lenni. Sztár akarok lenni, az vagyok. És az ő viszonyuk az egy ilyen, hát az pont olyan. Tényleg, ahogy kommunikálnak. De azt mondtad, hogy apukád nyomozó volt. Igen. És nyomozóként sofőrködött? Nem, olyan nyomozó volt, rendőr volt, Budaörsön, és ott kerültek össze, amikor a Sándor Budaörsre került, amikor még elindult, tehát a kezdetekről beszélünk, 78-ról, akkor, ahogy ment fölfelé, ugye akkor vette maga mellé, nem lett nyomozó utána apám, mellé került, sofőr lett, biztonsági ember lett, mert abban az időben ez a kettő egybe volt. A sofőr látta el a biztonsági feladatokat is. És akkor váltott, azt csinálta sokáig. Ahogy ment föl a Pintér Sándor, úgy vitte magával apámat is, egészen a országos főkapitányi szintig, és amikor a belügyminiszteri szintlépés volt, akkor apám oda már oda is hívta, csak apám ott azt mondta, hogy ott, oda nem. Akkor Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány volt, édesapád volt a sofőrje. Igen. Soha nem akartál rendőr lenni? Érdekelt a rendőrség, de annyira nem, mint a sztárság. Tehát nekem annyira nem való a rendőrség azért, érdekel, mert szeretem, meg hát látod, fegyveret ott is. Ott van Doszpot Péter sztárzsaru volt például. Most meg hát sztár inkább, vagy ő inkább, ő inkább sztár, mint zsaru. Ez az én véleményem. Szerintem kiváló zsaru volt. Hát én inkább sztárnak tekintek rá, mint zsarura. Miért nem mentél inkább tovább tanulni? A való világ után. És ezt komolyan kérdezem. Hát nem akartam. Nem akartam. Nem akartam tovább tanulni. Lusta vagy. Lusta vagy tanulni. Ugyanúgy beszélsz, mint a Sándor, csak most én ülök itt, te pedig ott, ahol én ültem. Ugyanazt mondod. Hát akkor már ketten gondoljuk így. Ez marhaság, nem egyébként, vagyok lusta. Egyébként 5 évvel ezelőtt voltál körülbelül abban a műsorban, és ahhoz képest történt változás, mert akkor azt mondtad, hogy 11-ig alszol, és nem dolgozol semmit, csak sztár vagy. Azóta elmentél vagyonőrnek, tehát dolgozol. Elfogyott a pénz. De én azt gondolom, hogy egészen más munkát is találhattál volna. De nem akartam. Ha tanulsz. De Péter, nem akartam. Lehet, hogy találtam volna, de nem akartam. Nagy különbség azért. Politikus akarsz lenni, azt mondtad. Az közel áll, a sztárság közel áll, a vagyonőr meg kell. Nem akarom túl lenni magam, elteszem későbbre, de majd ezt szeretném folytatni. Az evést vagy a témát? Az evést. És mit csináljuk vele? Valakivel hűtőben? Nem, egyelőre hagyjuk itt, letakarom szalvétával, aztán hűtőben nem, hagyjuk itt. Téma az, nem érdekel. Nem akarok érettségit, nem akarok diplomát. Hát előbb érettségi kell. Vagyonőr akarok maradni, és sztár.
Érezd jól magad! Egészségedre! Nem akarok zenész lenni. Vagyonőr szeretnék lenni, és sztár. Te nem sztár vagy, celeb vagy. Mert pont semmit nem teszel az asztalra, csak azt mondod, hogy sztár vagyok. Vagyonőr mindenki tud lenni. Nincs olyan, hogy tehetséges vagyonőr. Figyelj, csinálj ma azt, hogy őrizz. Én meg asszom. Azt a k***anyád, de megijedted.